Az Észak-Dunántúli Regionális Kollégium irányításával júniusban 6 évre bízta meg az Országos Bírósági Hivatal vezetője, Szőke Zoltánt, a Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnökét. A 47 bírát tömörítő régiós szakmai testület első ülésén megvitatta a kollégium vezető helyettesi pályázatot, és áttekintették a megváltozott munkaképességű személyek ellátásával kapcsolatos bírói gyakorlatot. A törvénykezési szünetet megelőzően jött terítékre ez az aktuális kérdés. Ebben a megváltozott munkaképességű személyek ellátása nagyon széles körében, és mivel aktuális égető kérdés a számtalan egyéb jogi problémák, jogalkalmazási kérdések mellett ebben gyorsan valamilyen közös nevezőre kellene jutnunk. Az igazságügyi reform részeként jött létre országosan 6 közigazgatási és munkaügyi regionális kollégium azzal a céllal, hogy elősegítsék az egységes jogalkalmazást. A bírói függetlenséget tiszteletben tartva ajánlásokat és szakmai állásfoglalásokat tegyenek a közigazgatási és munkaügyi vitás kérdések. Így a jövőben elkerülhető, hogy hasonló peres ügyekben más-más ítéletek szülessenek az ország különböző régióiban.